Volt a kromofóbia, igen, ahol azt néztem meg, hogy hogy lehet ezt a deszaturált tónusvilágot valahogy izgalmassá tenni. És a mostani, a diszkomfort az egy fél fokkal nagyobbat ölel. Az egy mélyebb merítés. Itt nem feltétlenül egy színhez való hozzáállás az, ami meghatározza a kiállításnak az anyagát, hanem mivel sokkal nagyobb térről, sokkal nagyobb anyagról és sokkal nagyobb munkáról is beszélünk, ezért muszáj egy átfogóbb, mi erre a jó szó? Egy átfogóbb tárlatként gondoljunk erre. A fatábla, a bükk az meg egy standard dolog, az egy igazából egy követelmény, amit egyfelől a technika állít én felém, másfelől meg én állítom magamat elé. Legyen súlya, legyen kiterjedése, álljon ki a fal síkjából, legyen fekete az oldala, vedd észre, hogy ez egy stabil létező, ez egy magának teret hódító, egy ilyen műalkotás. Iszonyatosan bátor szín szerintem a lila. És őszinte szín. Be kell tudni vállalni egy lilát. Valahogy egy befurakodó, egy tolakodó szín dominál, lekényszeríti a többit, de közben ad egy ilyen nagyon-nagyon furcsa mélységet ebben az őszintességével. Van egy nagyon-nagyon furcsa viszonyom a szeméthez. Nem tudok elmenni mellette észrevétlenül. És ez nagyon sok helyen megjelenik, nem csak fizikai voltában, hanem amikor annak titulálunk valamit, ami lehet, hogy még nem érdemes erre a titulusra. Korrózió, romlás, akár egy ilyen régi fotó, ahogy egy polaroid, ahogy kezdi elveszteni a kis részleteit, és információvesztés zajlik. Ugyanígy egy emléknél ez egy furcsa érzés, egy hiányérzés, de nem feltétlenül csak a jónak a hiánya, hanem ugyanúgy a rossznak is a hiánya. A diszkomfort az, amikor nincsen táptalaj egy tragédiához, ami katarzishoz vezetne. A diszkomfort az, amikor nincsen táptalaj egy biztonsághoz, ami megnyugváshoz vezetne. Ez pont, hogy az a szürke zóna, ami a kettő között így láposodik el, és két szék között a földre ülsz. A határ az egy nagyon fontos része a dolognak. És szándékosan használom a határ szót a kontúr helyett. Mert a kontúr ugye az a vonal lenne, ami két mezőt elválaszt. Viszont itt erről nincsen szó, hanem két mező, egy ilyen ütköző zóna, ami a kontúr lenne, nélkül feszül egymásnak. Tehát ahogy mondjuk két országnak is a határai között van a senki földje, az a pár tíz méteres földsáv, ami az ütköző zóna mondjuk, itt annak a teljes hiánya van. És ez egy sokkal erősebb egymásnak feszülés, egy sokkal erősebb
kitörni akarás, de nem tudás. Vannak a színzónák, vannak a felületzónák, amik alkotják ezeket a képeket. És borzasztó mereven és ridegen egy ilyen hard edge-es mentalitással feszíteni őket egymásnak szánt szándékkal. Minden egyes kép, minden egyes négyzetcentiméterében egy nagyon erős haltot kap, egy nagyon erős határba kell, hogy ütközön. És hogyha nem rontom el, hogyha sikerül úgy megcsinálni, akkor ez a belső rezgés, fortyogás, mozgás az, ami feszíti az egészet bentről kifelé egy ilyen vektorosan, majd hogy nem. És én abban reménykedem, hogy valahol ez a kulcsa annak, hogy a kép jó legyen, hogy a festmény jó legyen. Ne álljon le.